Nyugdíjasok ezeken a felvételeken, azonban nem mindenki választja közülük a megérdemelt pihenést az ellátás mellett. Sokan gondolják úgy, hogy aktívak maradnak és munkát vállalnak idősebb éveikben is. Rájuk más adózási szabályok vonatkoznak, mint a korhatárt el nem ért társaikra, mondja a Baranyai NAV sajtóreferense. A nyugdíjkorhatárt, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, illetve az özvegyi nyugdíjas, hogyha egyéni vagy társas vállalkozóként vagy őstermelőként dolgozik, akkor kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül adózási szempontból. Ez azt jelenti, hogyha ezek az adózók munkát vállalnak, akkor mivel a nyugdíjas már nem biztosított, nem kell TB járulékot fizetni, hanem csak 15%-os személyi jövedelemadót. Nyugdíjas vállalkozó nem lehet katás vállalkozó, erre oda kell figyelni. A nyugdíj, a megváltozott munkaképességűek ellátásai, a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járadóság, a személyi jövedelemadó szempontjából nyugdíjnak, vagyis adómentes juttatásnak számítanak, mondja a sajtóreferens. Abban az esetben, hogyha egyéb adózóról van szó, akik szintén nyugdíjasok már, őrájuk is vonatkoznak ezek a kedvező szabályok, tehát hogyha egy nyugdíjas munkát vállal, akár munkaviszonyban, akár megbízási szerződéssel, akkor nem kell TB járulékot fizetni, tehát a 18,5% megfizetése alól mentesül, viszont személyi jövedelemadót kell fizetni, és erről a jövedelméről bevallást is kell majd benyújtania. A TB járulék mellett a szociális hozzájárulási adót sem kell megfizetniük. Kivételt jelent az osztalék alaputáni szochó, amit az adófizetési felső határig kell megfizetni. További információkat a NAV elérhetőségein, illetve az ügyfélszolgálatokon kaphatnak az érdeklődők.